Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Bajka István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, Törvényhozási Bizottság alelnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És akkor kezdjük a fekete levessel. Egyes médiák önt és a cégjeit támadják, ön viszont sehol nem reagál erre. Ime a lehetőség. Mit szól ezekhez a hírekhez? Hát nézd, egyrészt ez még a korábbi, tehát az ügyvédi tevékenységem időszakára vonatkozik, tehát nem a parlamenti időszakra, hisz, hogy az ügyvédi tevékenységemet jogszabály erejénél fogva szünetelni. De én készültem erre a beszélgetésre. Igen, de válaszolok rá természetesen, csak azért jelzem, hogy általában az ügyvédi szakmában azért az nem túlzottan gyakori, hogy az ember az ügyfeléről, még hogyha az a magyar állam is, vagy bármilyenről az ügyre tartozik, úgy általában nyilatkozzon. Úgyhogy ezt tehát el kell, hogy tűrje, hogy esetleg valótlant állítanak róla? Hát nézze, nyilván minden valótlanságot az ember nem tűr el, de nyilván a saját megbízójával, akivel együttműködik éveken, évtizedeken át, és amelyiknek úgymond az ügyeit intézi, azokkal mindig konzultál bármilyen nyilatkozat tételőt. Azt gondolom, hogy az egy helyes ügyvédi magatartás, hogyha csak akkor nyilatkozik az ügyvéd, amikor nagyon muszáj. Ugyanakkor azt kell elmondanom, hogy ebben az ügyben ezek mind sajtó találgatások, amelyek itt ebben az ügyben folynak. Különösképpen nem is szeretnék rá reagálni, mint mondom, ez csak akkor teszi az ember ügyvédként, hogyha a saját megbízójával. A tűrőképessége annak köszönhet, hogy fiatal korában boxolt is? Hát lehet, hogy ennek is köszönhetem. A férfival válásnak egyik fontos momentuma volt, hogy sportoltam, a box mellett más sportot és a futballt is üztem, amelyik mindegyik arra tanított, hogy az embernek állni kell tudni az ütéseket, az az igazi férfi, aki nem csak aki ad, hanem aki kapja, és azt is el tudja viselni. Napjainkban a parlamenti képviselők többsége megérdemelt nyári szabadságát tölti, ön viszont eseményről eseményre megy, és akkor kezdjük, illetve folytassuk ezzel az ökölvívó, ifi ökölvívó világbajnoksággal, már eredmények is születtek. Hát sajnos a tegnapi napon nem jutottunk, illetve voltak hál' Istennek jó eredményeink, de az egyik legesélyesebb ökölvívónk, 49 kg-ban induló Bernát László, aki sajnos nem jutott tovább, pedig ő volt az egyik legnagyobb reménységünk. Ugyanakkor a lányok között szép eredmények születtek, hisz tovább jutottak a 16 közé, tovább folynak a mérkőzések, és hál' Istennek jó eredményeink is vannak. Erős a csapatunk, ezzel együtt ezt mondom. Sajnos mondom, tegnap volt egy olyan döntés, az ember politikai korrektség világában, nem szeretem ezt a kifejezést, de őszintén szóval, finoman szóval is nem értek egyet a bírónak a döntésével. De hát ez történt. Volt üvöltés, hogy pápa szemed a bírónak? Ennél majd, hogy nem komolyabbak is elhangzottak, hogy a box folyikatni a erősebb kifejezéseket is használtak a szurkolók. Ilyenkor meg lehet felület bírálni a bíró döntéseit? Tehát itt is vannak felvételek és egy magasabb zsűri eldönti, hogy tévedett a bíró vagy sem? Hát a futballban már részben ismert videóbíró intézménye az ökölvívásban nem, még ez nincsen. Ugyanakkor... ezt öntől tudom, hogy van ilyen szerkezeti a futballban. Igen. Jogi lehetőség elvileg van egy mérkőzés kapcsán, de azt gondolom, hogy sportdiplomáciai szempontból is mi vagyunk ennek a világbajnokságnak a rendezői. Azt gondolom, hogy önuralmunkkal kell fogadnunk adott esetben ezt a döntést. Ott a helyszínen nyilván jól néhányan kifogásolták ezt, ami ott történt, hisz a magyar fiú egyértelműen jobb volt az orosz fiúnál. Hát sajnos ilyen történik. Ez, ami egyébként sajnos az emberek egy részét, hogy is mondjam, arra a gondolkodásra készteti, hogy hát sportágban hogy történhet. Végülis az egész sportág az igazságról és a becsületről szól, én ebben is hiszek, néha vannak téves bírói döntések. De bocsánat, a bírója, mint a szögletzászló szoktuk mondani a futballban, hát egyszerűen a pálya része vagy a mérkőzés része, és időnként rossz döntések is vannak. Hétfőn is lesz Pirkadat, és a hétfői Pirkadatban vendégem lesz a Birkózó Szövetség elnöke, és már lassan úgy tűnik, hogy teljesen be kell olvassam magam a sportba. Ott viszont egy világbajnokságon történt, hogy a bírók mintha összeesküdtek volna a magyar sportolók ellen.
Igen, hát történt ilyen is, azt a mérkőzést magam is követtem. Szomorú azt látni, hogy időnként, ahol pontozás dönt, vagy pontozással döntenek, hiszen a végül is a birkózás egy olyan sportág, az ökölvívás egy olyan sportág, ahol bírók döntenek arról, hogy ki a jobb, és nem mondjuk, hogy ki futja előbb le a 100 métert, ott viszonylag objektív a körülmény. Tehát ott, ahol emberek járnak el, fogalmazunk így, ez már a vallásunkban is így szerepel, tehát mi emberek nem vagyunk tökéletesek, és a bírók sem azok. Én nem mondanám azt, hogy van egy ilyen általános összefogás, de az, hogy a bírók esetében, de hogy egy másik sportágat hozzak példaként, és klasszikust idézek, például a vízilabdában mindig azt szokták mondani, majdhogy nem egy szállóigévé vált mondás, hogy nekünk mindig két góllal jobbnak kell lenni az ellenfélnél, mert annyit a bírók úgyis ellenünk fognak ítélni. Tehát sajnos van ilyen jelenség, hogy a tehetséges magyar nemzettel szemben nem mindenki. Már úgy objektív. Tűnik a szavaiból, ha bár ez a hétkerület hatása, mint hogyha üldözési mániája lenne. Nincsen. Én azt mondtam csak pusztán az előbb is, hogy vannak téves bírói döntések, összeesküvésekről én nem beszélnék. A vízilabdában említettem egy mondást. Tény az, hogy vannak téves bírói döntések, és hogy nem ezek mondjuk többnyire ellenünk születnek. És nem jók vagyunk mi a boxba? Egyébként jó vagyunk, nagyon tehetséges nemzet vagyunk, tehát a fiataloknak kitűnő képességeik vannak. Én azt mondanám, talán korábban részben a műsorban már említettük azt, hogy ami megváltozott mondjuk a korábbi időszak, hogy az évtizedekhez képest az a hozzáállás, ami minden sportnak az alapja, hogy munka. Helyett nem PlayStation, hanem munka. Ez bizony megváltozott mondjuk a sporták hátrányára. Az a feladatunk, hogy ismét a fiatalokat, akik tehetségesek, tehát bennük van a génjeikben a képesség, azok ne csak a képességet hordozzák, hanem a gyakorlás. Ugye annak idején Bach is azt mondta, hogyha jól idézem, hogy gyakorlás nélkül a legnagyobb tehetség sem jut előre. Tehát a gyakorlás a munka nélkül nem nincs eredmény. Vannak zongoristák, akik technikailag hibátlanok, mégsem lesznek világhírűek, mert az ujjaik alatt nem úgy szólal meg a hang, mint azoknál, akik született tehetségek, és lehet, hogy a technikájuk más, nem olyan jó, de az ember szíve elolvad tőlük. A boxban is van ilyen? Tehát lehet szépen boxolni? Hát szerintem van némi hasonlóság a box és a zongora között is. Azért is mondanám ezt, mert a boxnak is megvan a maga nemessége. Tehát valaki hogyan viselkedik a ringben, van-e kisugárzása, átjön-e az ő akarata úgymond az ütéseken túl. És az is az egy, hogy is mondjam, egy fegyvertény, vagy egy fegyver a ringben, hogy kinek milyen erőt feltételeznek róla. Nem is látják feltétlenül az izmait úgymond, de már látják, hogy ez egy nagyon komoly ellenfél a zongorában is. Azért átsugárzó valakinek a képessége, átsugárzódik az ereje, és azért, hogy a zongorában is szerintem azok játszanak szépen, akinek nagy szíve van, óriási szíve van, és a lelkük benne van a zenébe, a boxban is azok tudnak érvényesülni, akik szívük lelküket beleteszik ebbe a sportágba. Tudja, hogy a gépírónők és a zongoraművészek tulajdonképpen nagyobb energiát fordítanak a munkájuk, illetve a zongora megszólaltatása, vagy a levelek megírásával több súlyt emelnek, mint például egy boxoló? Hát egy hang leütése, hogyha jól tudom, 3 dekagramnak megfelelő súlynak felel meg. Tehát, hogyha valaki egy zongora versenyt végigjátszik, és előtte még gyakorolt is néhány órát aznap, akkor azt jelenti, hogy 5-6 tonnát is megmozgatott az ujjaival. Úgyhogy valóban, ezt sokan nem tudják, de ez egy nagy fizikai kihívás, és nem is beszélve arról, hogy miután a zongorában ugye kalapácsok ütik meg ezt a bizonyos húrokat, ugye azt a fej szerkezete és a fül is ugye folyamatosan egyfajta ütésként érzékeli, tehát több érzékszervünket is komoly kihívás éri egy zongorázás által. Úgyhogy rendkívül nehéz műfaj. És akkor már is repülünk 24-ére, egy nap múlva a V4-ek első zongora versenye kezdődik meg, nem is akárhol, hanem egy történelmi magyar helyen, Sárospatokon. Miért választották ezt a helyszínt, és ki mindenki lesz ott? A Református Teológia Akadémia ötlete volt, illetve onnan származik ennek a V4-ek Zongora Fesztiválnak az első ilyen nagy rendezvény, és az ő gondolatuk. Hát nyilván azért választották a Sárospatakot, mert egy történelmi helyszínünk. Ugyanakkor a Rákóczi Vár, ahol az első koncertre sor kerül, ugye ma fog felcsendülni Chopin Imó zongora versenye. Ugye ez kifejezi egyszerre a
történelmünk mélységét, és azt is, hogy Sárospatak már egyszerre, a maga korában, maga fénykorában is messze több volt, mint egy Magyarország egy szegleten, átfogta a lengyel régiót, a környező régiókat, illetve a politikai mozgalmainknak is egy része, vagy gondolatai ott születtek meg. És talán a V4-ek is kifejezi ezt, hogy a V4-ek Zongora Fesztivál is kifejezi azt, hogy itt többről van szó, mint egy ország szegletéről, hanem egy egész régió, egész Közép-Európa zenei mozgalmáról van itt szó. Eredetileg úgy terveztük, hogy az egyik versenyző is itt lesz önnel, aki véletlenül gyermekének az édesanyja. Mit tud nekem mondani Bonyai Apolka fellépéséről? Sajnos nem tudott eljönni, nem tudott csatlakozni hozzánk, bár ő lett volna fontos valójában, nem én hozzáteszem. Ő neki de aztán ön is ott lesz, lapozni fog neki, nem? Igen, segítek neki a lapozásban, ugye kamara koncertek elő sor vasárnap fog játszani. Úgyhogy mit fog játszani? Alapvetően ugye Haydn szonátát fog játszani, játszani fogja a Schumann fantázistükkéjét, úgyhogy egy szép kamara koncertnek nézünk elébe, és maguk a partner és kitűnő zenészek, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szép előadásra fog sor kerülni, és nagyon drukkolok érte. Mitől függ az, ez nekem egy örök talány marad? Vannak zongoraművész, nemzetközi sikerű zongoraművész ismerőseim, barátaim, hogy valaki kottából játszik, avagy fejből? Hát talán Clara Schumann korszakában még alapvetően az volt a jellemző, hogy azért kottából játszottak leginkább, de pont az ő időszakában kezdett az elterjedni, hogy bizonyos szóló esteket, amikor szóló darabokról van szó, akkor fejből játszak a művészek. Az, hogy, bár én nem vagyok zenetörténész, de foglalkoztam egy picit Clara Schumann életével is, az tény, hogy nyilvánvalóan, amikor a zongoraművész fejből játszik, akkor már, hogy is mondjam, csak arra tud koncentrálni, nem kell nézni a hangjegyeket, és nem kell olvasni. Bár hozzáteszem, hogy Szatoszel Richter korszakának a késői korszakában már szinte csak kis kizárólag kottából adott koncerteket. Ugyanakkor például a kamara zene világában ez teljesen elfogadott tény, hogy mindenki kottából játszik, hisz nagyon-nagyon fontos az összhang, és ezt a kotta elősegíti az egyes játékosok között. De ugyanakkor a szabadon, a fejből való játék az egyfajta nagyobb szabadságot ad. Mondom én, aki nem vagyok zongoraművész, vannak, akik ezzel szemben is tudnának érvelni, mondom pont Szatoszel Richter példája kapcsán, de ugyanakkor én úgy látom, hogy amikor úgy érzi a zongoraművész, hogy ő már tulajdonképpen nem is a pusztán egy zongoraművész, hanem kicsit fölött áll a billentyűknek, és hogy csak mint a jóisten mozgatná a kezeit, akkor érzi magát a legjobban, és akkor a legnagyobb szabadsága. És visszatérve korábban egy kérdésére, nem válaszoltam talán teljesen, a zongoraművészek közül, általában, vagy nem csak a zongoraművészek, hanem a zeneművészek között a muzsikus, azok tényleg azok jutnak a legnagyobbra, akik magát a művet szeretik, és nem csak az egyes hangokat. Sok, akár zongoristánál fájó példa az, hogy minden egyes hangot leüt, de a hangoknak nincsen értelme, vagy nincsen íve. Fischer Anitól láttuk azt, többek között az egyik nagy példaképünk, aki ívekben gondolkodott, az egész műben gondolkodott. Megpróbáltunk mi is ma ívekbe gondolkozni, Bajka István országgyűlési képviselővel beszéltünk a boxról, a miniszterelnöki hivatalról, a bulvármédiáról és természetesen a művészetről is. Ezzel ma reggeli Pirkadat politikai magazinműsorunk véget ért. Most előzetesek, már nem is lesznek előzetesek, nem fér bele, hanem egyenesen jön a mindentől független híradónk. Ne felejtsék el, péntek van, közeledik a sabat, ma még sokszor találkozunk, addig is a legjobbakat. Nézzenek minket, hisz az egyetlen független televízió Magyarországon, ma mi vagyunk, ennek ára is van, így nézzék most a híradót. Viszontlátásra. Viszont, köszönöm szépen.